Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket, önök milyen tévét, Ivonatúra televíziót láthatnak, és más hangszeretett társalgás adás sorozatunkban. Király Tamás aura szakértőt köszöntöm nagy szeretettel a stúdióban. Szervusz Ági, köszönöm a meghívást. Egy nagyon fontos témát tartogattunk egy beszélgetés sorozat végére. Én az aurát úgy képzelem el, de majd javítsák ki engem ebben, hogyha nem jól gondolom, mint egy időn és téren túli, azokon átívelő, akár dimenziókon túl átívelő energetikai rendszer, aminek azért van köze hozzád, hozzám, akár minden a mindenséghez egybevéve is kapcsolódik, és ezért a mai beszélgetésünknek az lenne a befejező része, hogy van-e szerinted értelme az aura szemszögéből, illetve az aurában felelhető információk szemszögéből annak, hogyha én előző életekben kutakodok, ha én reinkarnációs dolgokkal foglalkozok, hogyha én párhuzamos életekkel foglalkozok, mivel ugye a teremtés, de ezeket én nem tudom alátámasztani bizonyítékokkal, de a teremtésben elvileg minden lehetséges, a teremtésben elvileg minden lehetőség a végtelenben létezhet. Ezért hogy látod azt te, aki azért nagyon sok embernek az aurájával foglalkozol, biztos láttál már olyan embereket is, akik nagyon-nagyon kíváncsiak arra, hogy honnan jöttek, és hová tartanak, és ezért energetikai megéléseik vannak különböző utaztatásokon keresztül. Igazából nagyon sokszor kanyarodunk vissza előző életek kérdéséhez. Nem azzal az illetéssel, hogy akkor te most, nem tudom, Isis voltál, vagy Napóleon, hanem egyszerűen csak azoknak az életszerű folyamatoknak az attitűdje, amiben az illető van. Nagyon sokszor ezeknek az előző életeknek a valamilyen típusú megközelítésével magyarázhatóvá válik. Magyarázhatóvá válnak sokszor a személyiségnek olyan alaptípusai, olyan ösztönös lépések az ember részéről, amikre a gyakorlati síkon az életében tapasztalati szinten nem lehet rákészülni, mert nem volt az életében olyan élethelyzet, ami ezt így betanította volna neki. És nagyon sok esetben magyarázó jelleggel bír az előző életekben feltárt információ vagy karakter, és ezeknek a karaktereknek így a magatartása, a tulajdonságai, azoknak a személyi karaktereknek a szerepei, a munkássága nagyon sokszor leíró jelleggel bír, hogy az ember az adott élethelyzetében, az adott életében miért hozza azt a sorsot, miért éli azt a fázist meg az életében, amivel adott esetben őnek ott akkor dolga van. Ez már egy másik kérdés, hogy ezeknek a különböző előző életes, ha úgy tetszik, fogadalmaknak vagy kötelezvényeknek a kioldása, az mennyiben látható, hogy valóban hat-e az illető aktuális természetű életére. Mert ebben viszont azt gondolom, hogy már van önszuggeszió. Tehát az a tudat, hogy én elszakadtam valami olyan korábbi ismétlődéstől, ami jó esetben feloldani képes a jelen életemben lévő együttállást az előző életemmel, ad egy olyan plusz energia biztonságérzetet, hogy én a korábbitól eltérően cselekszek most a gyakorlatban. Tehát ez azt gondolom, hogy ez ebben már az ember is benne van a saját elméjével. Hát igen, itt ugye, mivel az elme téves információkat adhat, ez nagyon-nagyon félre is viheti. Igen. Tehát lehet, hogy te kapsz egy jó hírt az előző életedből, vagy valakivel leellenőrzött, hogy nekem van-e dolgom veled most itt, mondjuk az előző életünkben is mi már találkoztunk, és akkor, mit tudom, én adósod lettem, amit most ebben az életben úgymond törlesztek. És igazából a mostani jelen élethelyzetünk tulajdonképpen egy korábbi életben megkezdett élethelyzetnek a folytatása és az energetikai kiegyenlítődése.
Igen, csak ugye ebben fontos különbséget tenni, hogy azokat a kapcsolatokat lehet így megfogalmazni, ami azzal a jelentőséggel bír, és annál nem több, hogy összetalálkozik két ember, és hirtelen egy olyan közös nevezőben lelki azonosságra talál, hogy semmilyen különböző rákészülést nem jelent a két félnek egymással találkozni, beszélgetni, vagy csinálni valamit, és mégis hatékonyan működnek együtt, egymás szeretett terében, egymás aurájában, mind a két ember ki tud teljesedni, de attól ők például nem egy pár, attól ők még nem lelki társak, attól ők még nem tudom én micsodák, hanem abszolút hétköznapi személyek, szubjektumok, akiknek viszont van egy olyan korábbi előző életbeli kötése, ami miatt van egy olyan közös nyelvezet a sorsukban, ami valószínűleg ennek a két sorsútnak a találkozását azt a pontot úgy optimalizálta, hogy az a két lélek újból találkozzon. De az nem azt jelenti, hogy e köré ilyen csinadrattát kéne rakni, hogy akkor itt ez a azonnal papot és házasodok vele, mert ő a valaki. Tehát azt gondolom, hogy a ilyen formában a sors természetét tudnunk kell tisztelni annyira, hogy nem visszük bele a saját egós érzéseinket, hogy meggyőzzük és megmagyarázzuk magunknak, hogy ez az illető az olyan szinten kiegyenlít engem, hogy elkezdek már olyan szeretetésséggel lenni az irányába, hogy én megidealizálom, hogy ő az én lelki társam. Mert akkor tönkre is raktam a sors szervét. Sok-sok ilyen van pedig. Az aurám vajon meddig ér, hol keresztezik adott esetben az auráink úgy egymást, hogy mondjuk ebben a nagy végtelen világegyetemben én valóban összetudjak találkozni azokkal az emberekkel, akikkel dolgom van. Tehát el tudod-e azt képzelni, vagy létezik-e ez az elgondolás, hogy az aurámnak egy része valahol olyan helyen van, ami összekapcsolódva valakivel, ami addig nem lesz, vagy nem oldódik fel, amíg az a bizonyos feladat, az az energetikai dolog, az meg nem oldódik. Biztosan van ilyen. Mert hogyha a nem fizikai síkú kapcsolatokat veszük alapul, ugye az aura az egyedül, tehát a fizikai testünknek az anyagszerűen sűrűsödő energiatestnek a következő finom fokozata az aura. Azt követően ugye az aurának a még finomabb fokozatai, az az asztrális, az éterikus, a kauzális, a mentális test. És ezeknek a testeknek ugyanúgy meg van határozva egy megadott frekvencia értéke, amin belül ezek mérhetők, detektálhatók, a rajtuk keresztül haladó különböző finom energetikai, szellemi folyamatok, információs folyamatok, okokozati kapcsolatok, ezek végbe mennek. A saját akár gondolati, akár mentális, vagy akár lelki, belső aktusaink szerint ezek megtermékenyülnek, és végeredményében ezekből a síkokból az aurán keresztül a testben anyagelvűvé válnak. De ezeken a szinteken a testünk jelenléte nélkül mi ugyanúgy jelen vagyunk. Csak nem azzal a megszokással, hogy a gravitáció törvénye véget, mi egy pontba próbálunk sűrülni, és akkor azon a ponton tömegvonzástól számítva minden hat a testünkre, hanem egyszerűen egy finom energetikai testen keresztül vannak olyan kapcsolódási szálaink, ami a saját elménkkel nem igazán felfogható. Mert az elme az tudatosan testi szinten gondolkozik. És amikor az különböző finom energetikai részeink kapcsolódnak, például ikerpároknál, az éterikus kapcsolat, amin keresztül tud olyan típusú távolságban is akár információ közlés kialakulni, nem telepátia, de egy olyan extraszenzoros érzelmi érzékenység, ami gyakorlatilag a világ két pontján lévő ikerfélnek az egyik az érzését, a másik képes lesz megfogalmazni, hogy neki fájdalma van, ha ő bánatos, bánatosan, nagyon örül, rá tud hangolódni. És ez semmilyen különfajta erősebb képességet nem igényel magában, csak szimplán az, hogy ők összeköttetésben állnak, hát hiszen azért ők egymáshoz a forrásból egy időben váltak ki, amikor megtermékenyült, akkor egy időben termékenyült. Tehát itt őnekik nyilván megvan ez az egy időben történt, egy pontban történő teremtés és a termékenység. Ugyanazok a feltételek. Innentől számítva ugyanaz a kommunikációs sáv. Ugyanarra a kommunikációs szikrára hamarabb robbannak.
Tehát az asztrális, az éterikus, a mentális, a kauzális testek, ezek olyan finom energetikai síkanyagok, amik úgy tartanak kapcsolatba egymással minket, hogy nem tudunk róla. Tehát ennek ez a lényege. De az itt és mostban, hogyha nagyon figyel valaki, akkor fel tudja fedezni azt, hogy mivel van, gondolom, feladata, hogyha elég jó felismerő képessége van, vagy akár kapcsolata van így az aurájával. Ki kell az embernek szerintem tapasztalnia azokat a saját jelzéseket, amivel ő üzen önmagának. Tehát, hogyha én nekem valamiért nem meghatározható a vágyakozásom valamivel szemben, akkor sokkal hamarabb eredménye lesz annak, hogyha nem vizsgálgatom magamban most ennek a magyarázatát, hanem belemegyek és megnézem. Szerintem ez egyébként a felnőtt életnek egy fontos szegmense, hogy az ember tegye hátrébb az agyalását és tegye bele a cselekedetet, mert attól, hogy valaki elkezd valamit, attól az még nem jelenti azt, hogy ez nem marad megváltoztatható bármikor. És bármikor kiállhat az ember abból a helyzetből. Tehát ha döntéseket hozunk, ha csinálunk valamit, ha nekilátunk, mert úgy érezzük, hogy az nekünk jó lehet, akkor ne féljünk meglépni, mert később, ha kiderül, hogy mégse, akkor mi abból kiléphetünk. És valamilyen változást hozhatunk, döntetünk úgy, hogy nem arra megyünk. Ha eddig, nem tudom, éltem a fotózásért, mert úgy döntöttem, hogy az nekem buli lesz, veszek fényképezőgépet, kezelek egy olyan Photoshop programot, amivel ezt lehet montírozni, egyebet, akkor nem jön be, akkor félrerakom, hogyha én ráunok. Tehát, hogy megadni magamnak azt a megbecsülést, hogy ezekben kipróbálom magamat, és nem előre eldöntöm ezeket, ez fontos. Amikor mondjuk regresszív hipnózisba megy valaki, vagy előző életek utaztatása során olyan világban találja magát, ami mondjuk egy teljesen más civilizáció, vagy egy nagyon régi kor, akkor magadra ránthatsz olyan energiákat egy ilyen utazás során, amitől utána meg kell szabadulni, vagy meg kell tisztulni. Nagyon sok ilyet láttam, én annó dolgoztam, figyeltem meg olyan eseteket, ahol ezzel dolgoztak együtt. Én még annó, amikor indultam a saját tevékenységemmel, akkor nekem ugye volt egy olyan kongresszuson részvételem, ahol ilyen emberek dolgoztak, hasonló formában foglalkoztak emberekkel, és volt ilyen eset. És én láttam azt, hogy egy ilyen állapotban az embernek az aurája az annyira az anyaggal való kapcsolatát megszünteti, tehát a testhez legközelebb eső egyes aura réteg az annyira távolodást mutat a testtel szemben, hogy elkülönül az energiatér az aura a testtől, és a teljes energiarendszer kiterjedése az önmagán belül kezd el olyan energiákat pufferelni, ami valószínűleg egyébként az ember mentális vagy szellemi, ha úgy tetszik, utonjárásában egy pufferként működik. Tehát, hogy az a belső kapcsolat azzal a megéléssel, az ne szakadjon össze. Viszont amikor ebből az élményvilágban nem tudok, hogy mi volt, hogy most ez valós, nem valós, ezt nem tudom én beazonosítani, de amikor visszatér, akkor az látszik az aurájában, hogy a korona csakra hirtelen kitágul, a harmadik szem kitágul, és a torok csakra, a szív csakra és a többi alsó energiaközpont összeszűkül. Mert valójában minden élménye egy olyan síkon történt, ami az aura rendszerében foglalt energiákkal nem összeegyeztethető. Tehát, hogyha én nem tudom, egy ilyen úton most csak lefordítom ezt a kérdést, hogyha én egy ilyen regressziós hipnózisban éltem valami olyan tapasztalatot meg, ami fizikális dolgokkal formálisan össze nem egyeztethető, de én visszajövök ide és elkezdem ezeket magamban feldolgozni, valamilyen formában tudatos szintre emelni, nyilván az elme számára ez nem lesz összeegyeztethető azzal a 3D-vel, amit itt mutatunk. És akkor most belejött a képbe az Avatar című film is, ugye az is egy ugyanilyen sztorinak a másik irányultságú megközelítése, de azt is baromi nehéz, és ott azért nyilván kivált az emberből, még adott esetben a szereplőből is érzelmi igényeket, annak a szerepnek a fenntartása. Tehát magyarul fordítva nek a veszélye az, hogy minél többet csináljuk, minél többször térünk vissza ebbe az állapotba, minél többször jövünk utána át a fizikális szintre, a fizikális és a szellemi, a finom energetikai szférák közötti kontaktust megérzi az ember lelke. És nyilván mi alapvetően nem anyag
természetű lelkek vagyunk. Nem ehhez vagyunk szokva. És az emberi szervezetben meg tudom érteni azt, aki azt vallja, bár túlzásnak tartom, hogy a fizikai test az a lélek számára szenvedés. De megértem, hogy korlátoltságot jelent. És hogyha ezt elkezdjük a lélek számára bizonyítani, elkezdjük produkálni, hogy van ilyen lehetőség test nélkül való működésre, akkor egy idő után mi lesz az a pont, amin meg tudod győzni az ember lelkét, hogy maradjon? Tehát ez szerintem egy bizonyos ellenőrzésnek végbe kell mennie, mielőtt ebbe valaki belekerül, mert nem biztos, hogy ugyanúgy hatnak rád, vagy rám az emlékek, vagy ezek az élmények. Nagyon nehéz kérdés következik. Szerinted hol végződik e világ, hol kezdődik a túlvilág, és mit jelent az a mondásunk, hogy az igazság oda át van? Szerintem az igazság oda át van, ez valószínűleg arra tehet utalást az én olvasatomban, hogy bármit tehetek és bármit állíthatok, akkor mindig a másiknak lesz ebben igaza. Hogyha én hozok egy olyan példát, ami mindig meg lehet vétózni. Végtelenségig lehet valamit bizonyítani, ha a másik nem akarja elfogadni, akkor ő a saját igazával felül fogja tudni írni. Tehát én abban nem hiszek, hogy az embernek arra hosszabb távon törekednie volna szükséges, hogy egy felette álló abszolútum függvényében az ember, tehát maga ez a humanoid életvitelnek az átkeresztelése és az átvariálására lenne itt szükség, mert azt gondolom, hogy ez azok számára egy nagyon kedvező végkimenetel lenne, akiknek a fizikális életnek az újrarendezésével kapcsolatban gőzük sincsen, hogy hogyan kellene ezt végigcsinálni, és erre baromi jó lenne, hogyha valami odaátról való igazság szerint megmondanák ezt, de nem vagyok benne biztos, hogyha ezt az embernek ma elmondanák, akkor úgy is csinálná. Tehát ez szerintem ott a 90-es években, amikor betörtek az X-Factor filmek, akkor ez egy nagyon jó motto lett, meg mindenki elkezdett hinni az UFO-kba, akkor jöttek ugye ezek az UFO-hajók, meg rendezvények voltak, itt a Dunán is volt egy időszak, de ez egy olyan trend volt, ami ahogy jött, utána ment is, és a mai napig erőltetik ezeket a kérdéseket, csak azt nem látom át, hogy mi lenne ennek az értelme gyakorlati síkon. Tehát amikor az emberek egymás között nem tudnak kommunikálni, a saját gyerekével kapcsolatosan fejvakarva nevel az ember, a saját munkahelyével kapcsolatban vannak fenntartásai, és nem látja a jövőjét tisztán, akkor miért vár arra, hogy egy ilyen adott esetben globális méretű, de csak legyen egy ország méretű esemény, ha megtörténik, mitől lesz másabb holnap? Hát mondjuk, hogyha egy ilyen végidő van, akkor ugye azért a teremtés mindig megkínál minket olyan helyzetekkel, amik az adott pillanatban a legnagyobb fejlődést tudják még adni. És mondjuk egy ilyen korszakban, amikor az ember úgy tűnik, hogy kezdi elveszíteni az önuralmat, a kontrollt, elkezdi az ember, a mai ember elfelejteni az élet, a létezésnek a szentségét, a tiszteletét, amikor még mindig olyan háborúban gondolkodik, hogy már pedig akkor, hogyha én nem én nyerek, akkor pusztuljon az egész. Ezeket én nem tartom normális ígéreteknek, jövőkép, nem tartom egészséges jövőképnek, és egy ilyen beteg jövőképes helyzetben, egy ilyen, amikor rezeg minden, akkor elképzelhetőnek tartok olyan megnyilvánulásokat, hogy igenis itt valami olyan dimenzió felé, olyan tudati irányokba kell nyitni, ami még itt egyfajta kilépési pont lehet a lélek számára, nem a fizikai test számára nyilvánvaló, mert azért ugye az elmúlt évtizedekben ez tudatosan történik. Tehát a mostani civilizáció az nem úgy fog egyszer majd elpusztulni, hogy véletlenül valami történt, hanem teljesen tudatában lesz annak, ami történik. De viszont ez a tudatosság, ez meg megnyitott olyan dimenziókat, ami megadja azt, hogy akár az aurát lásd, ami megadja esetleg azt, hogy nem tudom, melyik testig van képességed látni a dolgokat, mennyire messze terjed ez, de tudom képzelni, hogy errefelé még vannak lehetőségek.
míg a fizikai síkon, az ember viselkedése alapján hát inkább beszűkülni látszódnak a dolgok most. Mint. Igen, sok embernek azt tűnik fel a jelenlegi gyakorlati életben, hogy olyan, mintha kiaknáztunk volna mindent. Igen. És innentől számítva, ami egyébként hozzáteszem, szerintem nem igaz, mert nagyon sok dologban fejlődő magatartású ez a gyakorlati dolog, de ami irányában most a tömeg figyelme centrálódik, az valóban ki van aknázva, de az már egy 10 éve legalább. Csak most kezd egyre unalmasabbá válni, és ezáltal ugye mivel nincsen annyi színesítő körülmény, nincs olyan színesítő eszköz már az emberek kezében, mert már mindennek nevet adtunk, már mindennek foglalkozás címet adtunk, már mindenből csinálunk workshopot és nem tudom micsodát, hát nyilván unalmassá válik, mert azonos szabály vonatkozik rá, azonos rendszerben történik, tehát elvettük az egésznek a megújuló képességét. És innentől számítva, nem, tehát baromi unalmassá válik az élet így. De az, hogy ezt külsőlegesen valamilyen külső erő billentse át azon a krízisen, ami gyakorlatilag a személyi krízise, az azért nem gondolnám, hogy segítség hosszabb távon, mert ez ugyanaz a szituáció, hogyha én egyszer nem oldok meg egy konfliktust, akkor nem fog tudni megoldódni, feloldódni ez a konfliktus. Tehát itt én azt gondolom, hogy nyilván kell egy változás, de itt első körben szerintem az értékrendben, másodkörben a mentalitásban, harmadkörben pedig az ember lelki igényeiben. Mert hogyha az igényeinket nem tudjuk átfogalmazni, és nem vagyunk hajlandók eltekinteni a mainstreamtől, akkor amit a mainstream diktál, azt megetetjük az agyunkkal, azt az agyunk utána érzelmileg leképzi, és rá fogjuk erőszakolni a környezetünkre. Tehát, hogy ez azt gondolom, hogy nagyon szofisztikáltnak és misztikusnak tűnő helyzet, amiben van az ember, ugyanakkor úgy érzi a többség, hogy nem jó. De ebben azért gondolnám azt, hogy nincs felső erő, mert amit misztikusnak élnek meg többen, az a lelki és az érzelmi folyamataiknak az egyezőtlensége. És ezt, hogyha megpróbálja az ember összeegyeztetni, a kettő nem egy, akkor nyilván kialakul egy szinkronicitás. Az embernek van egy érzelmi világa, ami pillanatokkal reagálhat bármire, érzelmi megindulásokat tesz, és van egy lelki orientációja. Azaz a pont, az a mágnes, ami az úton tart. És hogyha az ember a lelki folyamatait nem hagyja megerősödni, lekerül a mágnes. És ha leesik a mágnes a hűtőről, akkor el fog kajlódni. És most azt gondolom, hogy az embernek a dolga az az, hogy feltegye ezt a mágnest normálisan az életében, amihez tudja csatolni az érzelmeit. És ez szerintem bőven megoldja azt a helyzetet, amiben vagyunk. Csak ezt nagyon sokan, és valószínűleg ebben van szándékosság, túlértékelik a jelenlegi helyzetet abban az értelemben, hogy ide már valamilyen fenti közbeavatkozás kell, ami ebből kiviszi az embert. De a jó indulattal és a jó akarattal belsőlegesen szerintem ez feloldható, amiben vagyunk. Van-e az aurának valami jövőbe látó, beleérző képessége? Előfordulhat-e az, hogy az aura ugye jóval előbb megérez valamit, és akkor az aurának a természetes megváltozása fog visszahatni? Van. Ránk? Ez, amit mondtam ugye most korábban, van. Például sokszor lehet látni egy aurán belül azt, hogyha az illető életében a pénzzel kapcsolatos viszonya változik, a deréktájéknál észrevető ott a szakrum körül, hogy van egy olyan energiapálya, egy kicsit világosabb sárga szín a deréktájéknál, ami a kerescsonti csakrával összefüggő, egyébként meghatározza a kapcsolatát, az embernek a kapcsolódó képességét, meghatározza a munkában lévő szerepkörét, meghatározza a családban, az életében való szerepkörét, a szakrális formáját, a nemiségét, a szexualitását, ez az energiakör. És ebben a pénzzel való viszony az épp ugyanolyan energetikai gyakorlati stimuláció, mint az összes többi. És abban, ha változás áll be, például nagyobb összeggel kapcsolódik az illető, mert mondjuk egy olyan projektje volt, melója volt, amiből jön be nagyobb pénz, akkor lehet látni az aurának a külső részén megjelenő jelet, ami időről időre, általában ilyen 3-4 naponta egy-egy aura réteget, bár ez nyilván jel természetétől függő, akár lehet másfél-két
hét is egy-egy réteg haladása, de vászorog befelé szépen a test irányába. És amikor a testtel kapcsolódik, akkor az a gyakorlatban megjelenik. Tehát vannak ilyenek, ugyanígy például sokszor látható egy aurán belül, hogyha az illető párban van, viszont nincsen kapcsolódás. És onnantól számítva hiába állítjuk azt, hogy a két ember egy pár, ha a szexuális szinten nincs kapcsolat, érzelmileg szinten nincs kapcsolat, akkor ennek jósolható következménye a kapcsolat megszakadása. De tehát nagyon sok ilyen fázis van, amit le lehet egy aurából olvasni. Lehet jelzéseket tenni a hiányállapotok függvényében, hogy véletlenül a hiányállapotok alapján a testen olyan egészségügyi vagy olyan fiziológiai sztorik is lehetnek, amik sokszor látni azt, hogy egy aurában például olyan elváltozásokat idéznek elő régi problémák, egészségügyi panaszok, amik deformálják az aurát. Például nagyon sokszor volt olyan szituáció, hogy az aurának egyik részén többletenergia, egy kiboltosulás, másik részén hiányállapot alakult ki, és ennek az elcsúszásnak a függvényében kiderült később, amikor én erre ráutaltam, hogy van egy ilyen aránytalanság az aurában, hogy olyan csípő panasza volt, esése volt az illetőnek, ami ugye a teljes csont struktúrát megváltoztatva, elcsúsztatva gyakorlatilag a teljes energiarendszert is ugyanúgy, ahogy a fizikai testben megváltoztatta az energiastruktúráját. Tehát nagyon sok dologról pro-kontra előre és visszajelzéseket tud az aura adni. Azért érdemes ezekre odafigyelni, mert nagyon sokszor ezeket a jeleket az egyes, kettes réteg körüli határon a megérzésén kezdik el analizálni. És úgy esik be nekünk egy megítélés, egy meggyőződés, egy érzet, hogy az a szituáció meg se történt. Nem egy olyan szitu volt, hogy az embernek nem volt kedve elindulnia valahova autóval, nem akart menni, és akkor így fölment az autópályára, és vagy karambol érte, vagy olyan incidens történt, ami miatt nem is jutott el oda, vagy ahova ment, pont ott történt olyan, hogy szóval ezek mindig jelzésértékűek. Tehát, hogy ez nem ilyen túlmisztifikált jelenség az aurában, ez a jelolvasási magatartás, ez egy védekező mechanizmus, hogy előzetesen hangolni tudja magát a későbbi megpróbáltatásokra. Egyébként így működünk. A napjainkat is így osztjuk be jó esetben, hogy az energiánkat egy egész napra tervezzük, és nem elfüstöljük már reggel 9 órára. Amikor félelmetes dolgok történnek, akkor ugye automatikusan ilyen visszahúzódóbb üzemmód, mert hát persze vannak harcosok, akik ilyenkor kimennek a frontra, és itt tudnak kiteljesedni, de azért ebből általában kevesebb van. Viszont ugye a legtöbb ember általában ilyenkor visszahúzódik egy ilyen félelem állapotba, egy ilyen önvédelmi védekező állapotba, elbújik inkább, visszacsig a házba, ahogy az egyik adásban megfogalmaztad. Viszont ahhoz, hogy az auránk egy megfelelően erős védelmi rendszer legyen, ahhoz meg pont kiáradni kell, ugye? Na most erről beszéljünk egy picit, hogy amikor én visszahúzódó vagyok, mert van egy vészhelyzet mondjuk, attól még az aurám az beszűküle, kisebb lesz-e, vagy pedig erre tudatosan oda kell figyelni, hogy amikor jön egy félelmetes helyzet, akkor én igenis győzzem le a félelmet, és tartsam magam egy olyan kiáradó energetikai állapotban, ami valójában meg fog tudni védeni egy ilyen helyzetben. Illetve saját magamat kell megvédenem, saját érzéseimtől gondolom. Ez nyilván attól függ, hogy a szituációban, tehát maga a szitu... Tudom, egy tigrisre gondolok, aki éppen megtámad, mert tehát az nyilván ott maga a szitu az miről szól, mert ha az életedre tör, akkor nyilván ott nincsen sok önfejlesztési lehetőség. Ott nincs tudatosság elvileg, ahogy mondtad. Ott nincs. Ott az abszolút ösztön és abszolút. De nyilván, hogyha az embernek így a konfliktussal kapcsolatban már ez az ismétlődés jelen van az életében, akkor arra nem nagyon van más lehetőség, mint valahogyan megtanulni a konfliktusos helyzetben máshogy élni. Más szerepet választani, más nyelvet választani. Az aurában az ismétlődő jeleknek a kialakulásához az azonos természetű válaszreakciók vezetnek. Tehát nem attól fog, mert az aura determinálja, tehát mi tanítjuk az auránkat egy válaszlépésben. Tehát azt kell megérteni, hogy a kölcsönzött felvett szerepeket nagyon gyorsan le tudják tükrözni.
Például nagyon sok olyan előadó van, aki a saját előadási technikájában nem feltétlenül az adott esetben szubjektív képességei miatt tehetséges, hanem azért, mert nagyon sok dolgot tud felvenni másoktól. Mert ez az előadói szegmens, ez ebből áll, hogy nagyon nézzük egymást, az emberekben nagyon sokakban megjelenik az az igény, hogy olyan szeretnék lenni, nem egy sztárt indított el a karrierje során az, hogy látta a másikat színpadon állni, és ő is ott akar állni, és ez volt az alapmotiváció. És ő megtett mindent, hogy ő úgy fejezze ki magát, hogy ő megtegye azt, hogy ellesett dolgokat, és ezzel elkezdte kódolni magát, elkezdte felépíteni magát arra, hogy ő hogyan álljon helyt egy olyan dologban, amire ő neki saját maga nem volt eszköze. És ugyanez a konfliktusokkal szembeni gyakorlat kérdése is, hogyha nincs eszközöm a konfliktussal szemben, de én bennem ott van az a konfliktus helyzet, ha az nem félelem vezérelt, hanem feszültség vezérelt, akkor előbb-utóbb muszáj vagyok reagálni benne. És azt nem tudom, tehát itt vagy azonosulok vele, vagy ellenazonosulok, de valamilyen reakciót le kell adni, az a legegyszerűbb megoldás arra, hogy egy szituációban valahogy az ember tovább menjen. Az, hogy én befogom a számat, csöndben maradok és várom a soromat, az nem lesz segítség. Mert azzal, hogy állandóan nyerünk, azzal, hogy állandóan magunkban nem emésztjük ezeket, arról a világ nem fog kiértesülni, hogy nekünk fáj, hogy nekünk rossz. És így épült fel az elmúlt jó tizen pár éve az embereknek, hogy nem kezelte a konfliktusaikat. És ugye ezekben nyilván az aura irányából ez a típusú konfliktuskezelési természet, ez annak felel meg, hogy leadjuk azokat az energiákat, amiket mi azért nyeltünk be, hogy próbáljuk nem megzavarni a közegünket. Mert ebből fakad a konfliktus, a belső személyes konfliktus, hogy én nem adhatok arról jelet, hogy nekem ez így nem kényelmes, nekem ez így nem jó, nem szeretem ezt, tehát hogy nem adhatom, nem jelezhetek, nem adhatok visszajelzést. Ez a konfliktus oka alapvetően. Nem az, hogy a másik az én jelzésemet úgy kezeli, hogy, mert az már egy összehangolási viszony kérdése. Az embert mindig az bántja valójában, amit megtenne, de nem tehet. És amikor ezt a másik közönösen kezeli, vagy indulattal, az már fáj. Hát igen, de ugye egy idő után sokáig visszatartja az ember, akkor jön az, hogy valami olyan szakad ki belőle, amit meg már azért bán meg. Igen. Mert akkor meg már kontrollálatlanul tör elő belőle. Ugyanabban a minőségben tudjuk ezeket feloldani csak, ezeket az energiákat, vagy át lehet alakítani más minőségben? Nyilván nem kell. Át lehet-e váltani? Nem kell átmenni nyilván ugyanabba a szituba még egyszer. Le lehet ezeket reagálni egy nyugodt állapotban. Tehát, hogyha az aurán belül lévő konfliktus tüneteknek egy jelentős részét az ember át tudja írni, egy odafigyelő, egy törődő, tehát hogy egy olyan típusú megoldással, ami a konfliktusosságnak a nyomát sem mutatja magában, általában még akkor is az emberben ott van a frusztráció. Tehát, hogyha egy konfliktusos helyzetbe bemegyek, és én abban megpróbálok másképp tenni, hogy feloldjam a szitut, mert a másikban majd előmozdulást fog előidézni, azért bennem ott van, ott rezeg a... Hogy akkor ez most az hogy igazi. Ah, igen. Hogy azért tudom azt, hogy értem, hogy nem harap a kutya, de azért mégiscsak oda csapott egyszer-kétszer, és a jobb a biztonság. Tehát át lehet írni, de az ember nem fogja elveszíteni ettől függetlenül a megfigyelő képességét. Az aura az monitoroz. Tehát, hogy ez egy alap magatartás az ember életében, hogy mindig monitorozásban vagyunk, mindenben. Ennek vannak szélsőséges példái, amikor valaki hipohonder lesz, és már a mindenfélét keresi paranoid. Magán, és paranoid. Tehát, hogy ez is egy metódus. De azt tudjuk csak gyakorolni, ami már bennünk van. Tehát, hogyha az emberben a konfliktussal kapcsolatban ott van az elfogadás, akkor nyilván fog neki lehetőséget teremteni, de az nem azt jelenti, hogy ő benne nem lesz ott a konfliktustól való félelem, hogy nem akarok már újból konfliktussal szembesülni. Ez benne van. Utolsó kérdést, ami hogyan indítanád te, mi a tanácsod arra, hogyan indítsuk a napot energetikailag? Hogyan lehetek én önmagam, hogyan lehetek tudatos is egyszerre? Hogyan lehetek energikus? Hogyan lehetek nyitott minden dolog megélésére és az új lehetőségekre, ugyanakkor meg védekezésben is? Én szerintem nagyon fontos a viszonylagosság, és nem a betervezettség.
mert az emberek hiányállapotaihoz az a belső frusztráció vezet szerintem sokszor az aurán belül, hogy megpróbálja magát keretek közé szorítani. Tehát az időbeosztása, a tevékenységének a jellege, az iránya, a már inkább hamarabb kéne indulnom, hogy beérjek, és a frusztráltság. De ha viszonylagossá tesszük ezeket, tehát a odaérni most nyilván nem fél óra késéssel, de most 5 perc férjen már bele, a saját magam nyugalmának megőrzésének érdekében azt a típusú rugalmasságot a napomban megtartani, ami enged annyi mozgásteret nekem, amiben mondjuk kényelmesen el tudom tölteni azt a felületet. Arra nincsen praktika, tehát az, hogy én reggel felkelek és önazonos maradjak, ez már lehet, hogy úgy kezdődik a napom, hogy felkelek, megpróbálom odarakni a poharat a kávéfőző alá, és fél úton kiesik a kezemből. Az nem az én napom. Így kezdődik. Most ebben nehéz önazonosnak lenni. Kiesik a sluszkulcs a kezedből, beletöröd a kulcsba az árat. Tehát nyilván lesznek olyan szituációk, amik kizökkentenek ebből, de ezért fontos a viszonylagosság szerintem, hogy ne legyen, mert akkor nem leszel frusztrált, hogy ezeket a folyamatokat az életedben neked időrendben meg kell tenned. Nyilván ez nehéz olyan helyzetekben, ahol gyerek van, nehéz olyan helyzetekben, ahol vállalás van, de az alakítás függvénye, hogy az ember ezt hogy hozza ki. Lehet csinálni nyilván arra vetítve direkt gyakorlatokat, lehet csinálni olyan ellazulásokat, lehet olyan programokat generálni, de ezek addig igazi áttörést nem adnak, amíg az ember ebből lejjebb nem ad, hogy elengedje ezt a típusú kötöttségekhez való szoros kapcsolatát, mert sok ember akkor érzi a napját hatékonynak, hogyha időrendben be van minden táblázva, és akkor ilyen checklist-szerűen megcsináltam egy valamit, pipa, következőt pipa, harmadik pipa, és hogyha nincsen a nap végén ott a 7 pipa, akkor nem volt hatékony a nap. És belső frusztrációt utána az okoz, hogy miért nem csináltam meg. Tehát a saját magammal szembeni engedelmesség az szerintem ebben a helyzetben nagyon fontos. Mennyire jó hajtóerő ez a belső frusztráció, a belső konfliktus. Mennyire jó energiaforrás olyan eseményeknek a megtételére fizikálisan, amihez nincs kedvünk, és igenis meg kell haladni önmagunkat egy kicsit, tehát hogy ne legyünk túl békések, túl elkényelmesedve, mert azért annak egy bizonyos ponton túl vannak olyan következményei, amikor már nagyon kihasználnak téged, amikor már pont azt a területet tudják még energetikailag kihasználni, mert tudják, hogy te úgyse szólsz vissza, meg úgy is. Igen. Tehát azért ez jó lehet adott esetben. Van egy egészséges stressz, egy egészséges... Egy belső dac. Az aurában mi az életnek a mozgatója, az energiája? Sokszor a napfonatcsakra. A napfonatcsakra szokta előtérbe helyezni azt az alapvető vitalitást, amit aztán később könnyen át lehet vezetni olyan motivációkra, akár az ellenállás képességének a megerősítésére, akár a hatékonyság növelésére, amit ösztönszerűen képes művelni az auratér. Sok esetben, hogyha ezeket az energiaközpontokat a napfonatcsakrával összefüggésben mondjuk még egy szívcsakrához kapcsoljuk, akkor ez már egy érzelmi irányultságú megerősítést is tud tenni. Tehát sok szempontból a napfonatcsakra a leginkább kapcsolható ezekhez a fogalmakhoz, hogy az életerő, az életösztön, a különböző belső élettel kapcsolatos folyamatok. Ezek ez a belső akaraterő, ugye, ami ahhoz kell, hogy ma nincs kedved, de edzeni szeretnél, csak mész oda, csak meg kell erőltetni magad. Mert ugye a mai embernél ez az elkényelmesedés, ez a várjuk a készent, könnyen választjuk a könnyebb utat most, ha tehetjük. És abban maradt az embernek az a fajta életmódja, amikor azt az életképességi ösztönt, az életerőt, a saját immunitását trenírozza. Trenírozza kihívásokkal, trenírozza olyan dolgok meghaladásával, önmaga továbbfejlesztésével, ami adott esetben kellemetlen és erőkifejtést, erőfeszítést követel. Igen, mert az emberek úgy vannak szerintem a saját lelki állapotukkal, hogy nagyon sokan szenvedtek már eleget. Igen. És úgy van vele, hogy most már nem érdekli.
nem érdekli az, hogy a cukor fenyegeti, nem érdekli az, hogy jó, van rá egy gyógyszer, bekapom pont. Jó, van, tehát hogy áthidalja. Nem. És sajnos ez, én azt gondolom, ez személyes gondolatom, hogy nagyon sok emberből ki van már az a típusú megerősítés pusztítva, ami saját magát kell olyan fontossá tenni. Mert ha saját maga számára nem fontos, akkor valójában másnak igazán nem lesz annyira fontos, mint kéne. Itt az, hogy a könnyebb utat választják egyesek, az a baj, hogy ez mérhetetlenül nagy átverés a saját maguknak, mert nem az. Tehát itt azzal, hogy én valamikor, tehát ez volt az, amiről beszéltem, a felelősség, hogy valahogyan döntök, annak felelőssége van. És ha én most a könnyebb utat választom, ez mindig tudjuk, hogy ez rizikó, nincs ingyenleves. Tehát az, hogy valaki, ez ilyen nincs. És hogyha belekerülsz egy ilyen szituációba, döntöttél valahogy, annak lesz később következménye. Csak ezzel utána, amikor szembesülni kell, akkor már igazából az élettel való kapcsolatát fogja ez az egész beárnyékolni. Mert azt gondolja, hogy ő neki ez a sors jutott. Nem, ezt ő választotta. Akkor, amikor az a könnyebbik utat választotta. Tehát itt az egésszel kapcsolatban ezért mondtam azt, hogy ez a csatornázás, meg a különböző testen kívüli, meg földön kívüli beavatkozások az ember életébe, azért nem gondolnám, hogy tartunk ott azon a ponton, hogy erre szükség van, mert jelen pillanatban alanyi szinten az emberek jelen pillanatban személyesen döntik azt úgy el, hogy ők szeretnék az életüket így élni. És innentől számítva erre jön még egy olyan rendszer, ami tovább fogja billenteni ebben a fajta megerősítésben őket, és elkezdik ebbe az irányba teljes egészében a társadalmat áthangolni. Tehát itt az emberekben a lehetőség megvan, hogy ha szeretne, akkor változtasson az életét, vagy az életén, és költözzön, helyezze át a családját, vagy tehát, hogy azért van arra lehetőség, ha igazán akar valaki változtatni. Még van mozgás. Még van. Tomi, nagyon szépen köszönöm minden beszélgetést, nagyon hasznosak voltak. Én köszönöm szépen. Elérhetőségeidet kiírjuk, ahogy szoktuk, és hogyha majd lesznek újabb témák, akkor várunk szeretettel. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük Önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. Önök VNTV-t láttak. Korábbi adásainkat a VNTV YouTube csatornáján, valamint a megújult weboldalon, a www.vntv.hu oldalon láthatják. Viszontlátásra!